nem magyar idő szerint startoltunk, hanem a moszkva idő szerint, és Bajkonurból, és itt van eltolódás. Hát én úgy gondolom, hogy ha visszaemlékszem, ekkor már orvosok elől, hátul, jobbról, balról vettek körül bennünket. Bent voltunk a speciális szobában, ahol a szkafandereinket kellett a hermetikusság szempontjából ellenőrizni. Hát akkor már akkor mindenki mosolyog. Egyébként is Bajkonurban mindenki mosolyog, és mindenki gratulál, mindenki jót kíván. Sikeres visszatérést. A start előtt a sikeres visszatérésről beszélek, pedig ez így volt. Start az egy olyan férfias dolog, függetlenül, hogy most már hölgyek is följöttnek a világűrbe. Abban biztos vagyok, hogy 9 perc, 20 másodperc kell ahhoz, hogy az ember a földről, mondjuk Bajkonurból, a sivatag közepéből kiemelkedve eljusson 240 km magasra. Ez az érdekes, mert most Debrecenben vagyok. Budapest-Debrecen körülbelül kilométerben majdnem annyi. És ez 3 óra. Hát a kettő között akkor van a különbség. Nyilván nem lehet összehasonlítani ezt a két dolgot, de hát örömmel jöttem le. Tudnék, a Debrecen Egyetemmel nekem már régebbi kapcsolatom is volt, és ma találkoztam a rektor helyettes úrral, és a kutatókkal, professzor urakkal, és hát valamilyen úton módon megbeszéltük, hogy mit szeretnének ők csinálni, és én úgy gondolom, hogy ma már a lobby tevékenység, ha tetszik, hanem elfogadott, nem csak nyugaton, hanem mindenhol a világon, beleértve Magyarországot is, és hát a kapcsolatrendszerem nem rossz, szerényen fogalmazva, úgyhogy megígértem, hogyha úgy gondolják, akkor szívesen segítem a munkájukat. Kimondottan agrárdolgokkal foglalkoztunk, növényekkel. Hát nyilván az űrkutatásban, az űrtevékenységben ez is egy terület, ami nagyon-nagyon fontos. Főleg akkor, hogyha a Holdra vagy a Marsra fognak repülni űrhajósok. Erről rengeteget beszélgettünk, de hát azért itt van fizika, itt van biológia, itt van biofizika, itt nagyon sok olyan terület van, amivel az egyetem más tanszékai foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy mindaz, amit én ma itt hallottam, ez a jövőben mutató dolog. A 21. század, éppen erről beszéltünk nagyon sokat, 21. század, ha tetszik, hanem az űrkutatás évszázada lesz. Nem mintha a 20. nem az volt, mert hát végsősorban 57-ben az első Sputnik, az első ember a 20. században, az első űrállomás, az első sok minden, az első nő 20. században repült. De a 21. század viszont ezt teljesen ki fogja hát terjeszteni a világűrre, és hogyha a Hold és a Mars programot is gondolatban elképzeljük, már pedig biztos, hogy meg fog valósulni, akkor miről beszélünk? Kis ország vagyunk, hihetetlen komoly szellemi értékeink vannak, a űrkutatók, a mérnökök, az orvosok, akik eddig már nagyon sok mindent letettek az asztalra, nagyon nagy tisztelet övezi őket külföldön, és én úgy gondolom, hogy ezt kell megőrizni. Örülök az egyetemeknek, ha megyek és meghívnak, és általános iskolán, főiskolákra, gimnáziumokba, mert az ifjúság a jövő, ha tetszik, ha nem. És hogyha az ifjúságot valami módon közvetíteni tudjuk mindazt, amit mi felnőttek gondolunk erről az egészről, erről az évszázadról, akkor ők ezt az évszázadot fogják élvezni, ebben fognak dolgozni, ebben fogják kiélni magukat. A űrhajósok kiválogatása hihetetlen fontos, és nagyon-nagyon bonyolult lesz a jövőt, illetve mert nem 8 napra szeretnénk a következő magyar űrhajóst a világűrbe küldeni, hanem egy néhány hónapra, vagy esetleg egy fél évre. Hál' Istennek Magyarországon vannak egyetemek, és ha az egyetemek vezetése és a különböző szakemberek, professzorok, akik tudományos munkával foglalkoznak, akkor kiválasztódik majd az a csapat, aki igen, ebben a űrkutatási tevékenységben részt fog venni. Ha Debrecen, Debrecen, ha Szeged, Szeged, Budapesti Műszaki, Pécs, hál' Istennek van, miből meríteni. Itt attól függ, hogy ki milyen tudományterületet akar úgymond
tovább vinni, és eljuttatni a világűrbe. Erről szól a történet. A második magyar űrhős, vagy a következő magyar űrhősnek az lesz a házi feladata, hogy nem turistaként fog repülni, hanem nagyon felkészült tudományos programot teszünk a számára, fogyaszthatóvá. És akkor, amikor ő erre fölkészült, és lehetőség megvan, akkor jöjjön vissza sikeres űrrepülése után, öleljük meg egymást, és mondjuk azt, hogy klassz volt, gratulálom. A Debreceni Egyetem is úgy gondolja, hogy az űrkutatás és az ezzel kapcsolatos kérdések vizsgálata az elkövetkezendő években, évtizedekben meghatározó kell legyen a Debreceni Egyetem tudományos portfóliójában. És az előzőekhez kapcsolódóan tulajdonképpen ki is rajzolódik az, hogy mik azok a területek, amikkel nekünk foglalkozni kell. Ilyen a távérzékelés, ilyen az űrben lévő eszközök sugárérzékenysége, de hogyha most egy hosszú távú, hosszú ideig tartó űrmisszióra gondolok, akkor ide kell tartozzon az, hogy hogyan tudjuk táplálni az űrhajósokat hosszú távon, hanem ott azon az űreszközön, ahol ő van, vagy az űrállomáson, ahol ő van, Holdon, a Marson, hogy nagyon messzire menjek, ott kell előállítani azokat a termékeket, amiket ő megeszik. A mikrogravitáció, tehát a súlytalanság körülményei között az illetőnek a csontrendszere, az izomrendszere leépül. Ez megtörténik egyébként itt a Földön is, hogyha valakit begipszelnek, vagy hosszú ideig betegség vagy egyéb okokból ágynyugalomra kényszerül. Egy ilyenfajta változás, egy hosszú távú űrutazás esetén, hogyha az illető nem a Földre tér vissza, hanem a Holdon vagy a Marsra érkezik, akkor bizony ott nem lesz senki, aki őt fogadja. Tehát nekünk azt is meg kell oldani, hogy ezek a leépülések, ezek ne valósuljanak meg az űrkörülmények és a mikrogravitációs körülmények között. És ez a harmadik lába ennek az űrprogramnak, ami a Debreceni Egyetemen formálódik és működik. Tehát van egyrészt az űrtáplálkozás, van egyrészt a fogalmazhatok így, űrélettan, űrorvostan, és van egy műszaki terület, amelyik pedig a sugárzásokkal foglalkozik. Ezek nem választhatók el nyilván egymástól, mert az űrtáplálkozás is hozzájárul ahhoz, hogy az élettana jó legyen az illetőnek. A sugárzás is befolyásolja az illető élettanát, és hát az eszközök is kellenek ahhoz, hogy az illető repüljön. Az, hogy van egy magyar űrhajós, aki járt az űrben, ez azért egyfajta inspiráció mindenki számára. Az általa az akkor fölvitt űreszköz mind a mai napig használatban van. Ezeknek az eredményei, adatai folyamatosan érkeznek és feldolgozásra kerülnek. Tehát egyfajta múlt, amire a jelen és a jövő építkezni fog. Egy ilyen személy, az, hogy kölcsönözek a politikából egy szakzsargont, lobbista. Farkas Bertalant nem csak Magyarországon, mint az egyetlen magyar űrhajóst ismerik, hanem az egész világon ismerik, mint egy olyan embert, aki az űrben járt, és ott tudományos tevékenységet folytatott, és ennek kapcsán ezekben a szervezetekben ő benne van, velük együttműködik, és megvannak azok a személyes kapcsolatai, amik ezzel együtt járnak. És ezeket a személyes kapcsolatokat hozza ő ide a Debreceni Egyetemre, teszi lehetővé azt, hogy a debreceni kutatók más országok kutatóival személyes kapcsolatokon keresztül tudjanak összejönni, és együtt tudjanak új kutatási irányokat és kutatási programokat megvalósítani. Nagyon sok rétű kutatás folyik, mint egy-két éve itt a Karon. A táplálkozás segítő kérdésekben egyrészt a nyersanyag előállításban, másrészt az élelmiszer területén. A biodróm feladata a nyersanyag előállítás a növényi alapon. Kezdve a sejttől egészen a végtermékig. Például alga előállítás, rovarfehérje előállítás, gomba előállítás, például zöldségfélék előállítása. És ezt mindezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy körforgásszerűen. A nyersanyagtól a végtermékig mindent felhasználunk. Víz, melléktermék, ne keletkezzen hulladék, ne keletkezzen környezetet, ne terhelje, tehát visszaforgatni a termelésbe. A biodrómnak ez a feladat, ezért hoztuk létre. És az igazság az, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunknak, ezt érezzük, hogy egy olyan modellt alakítsunk ki, úgy genetikailag és biológiai értelemben, mint technikai értelemben, ami alkalmassá teheti, és ez érdekes módon egy nagyon régi magyar
zöldségféle, az űrpaprika lehet. Ezen dolgozunk, mint a technológiai részen, mint pedig a genetikai részen. Ehhez felhasználunk régi magyar fajtákat, valamint mutánsokat. A létező legkorszerűbb technológia rendelkezésünkre áll, molekuláris biológiától egészen a nemesítés hagyományos módszereig és a különböző technológiák jellemzése és kutatása folyik itt, beleértve a legkorszerűbbet. Ezeknek az a nagy jelentősége, hogyha működik, akkor ezek szinte azonnal lehet a hazai termesztési körülményekre is alkalmazni, kipróbálni. Tehát igazán az űrkutatásnak nem csak az a célja, hogy esetleg majd az űrbe kikerüljön, hanem az is, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk a földi körülmények között is a fenntarthatóságot szolgálni.